Demjén Ferenc fellépésével fejeződött be a Hagyma Fesztivál. A több mint 800 dalt szerző előadó művész a koncertje előtt adott interjút stábunknak, és azt is elárulta, civilként több alkalommal járt már a városban, ugyanis barátai élnek itt. Megtudtuk tőle, hogy az egyik kutyáját egy pulit makóról vitte el, ezért viccesen Lila Hagymának nevezte el. A 77 éves énekes 6 évtizede dolgozik a zeneiparban, így generációk nőttek fel dalain. Nekem természetes, mert én velük együtt nőttem fel, majdnem minden generációval együtt. Én is voltam olyan korúi, mint most a legfiatalabbak, és később egészen most nem mint a legéregebbek, de inkább az idősebbek, vagy legalábbis érettebbek. És nagyon jó érzés, mert mindenki talál magának szerintem a dalaim közül valamit, ami az ő korosztályához szól. Zenekarával mind a mai napig járja az országot, elmondása szerint a közönség lelkesedése mindig erőt ad neki. Ez Makon sem volt másképp, ugyanis nagyon sokan voltak kíváncsiak, ahogyan tudnék élni nélküledre, a Jégszívre és a többi szerzeményére. Budapestről, sőt Miskolcról is érkeztek városunkba, hogy személyesen találkozhassanak a művésszel. Azért mindig egy picit az ember, mikor színpadra megy, már talán a színpad tiszteletéből is kifolyólag minden picit úgy izgul, bár nincs miért, de hogy izgul, ez egy kellemes dolog, ez nem csak nekem, ez az összes színpadra lépő művésznek gondolom, hogy ez az érzése. Tehát ez egy ilyen színpad tisztelete. De máskülönben, amikor meglátom a közönséget, akkor otthon érzem magam. A kiváló dallamokon túl Demjén Ferenc csapata nagyon ügyelt a látványelemekre is. A színpad közepére egy csoppet rögzítettek a technikusok, az idős rocker pedig felszállt az amerikai motorra, ezáltal a közönségnek olyan érzése lehetett, hogy egy zenei utazás részesei.